meg kell mondjam, a kutyát nem érdekelte az soha, hogy mennyire introvertált, egy extrovertáltan élő ember, mennyire más a privát ernyőjével, mint az, akit ismernek, vagy ismerni vélnek. A sok interjúban elmondtad, hogy gyakorlatilag te úgy hívod az egyik országot, vagy várost, hogy itthon, a másikat meg otthon. Hát ez, ez nagyon így van. Ugye akkor mind a kettő az otthonod, meg az itthonod. Pontosan így van. Ha nem lett volna ez a lehetőség az életedben, hogy te külföldön is elkezdj színészként dolgozni, hol választottál volna a lakhelyet? Nézd, gyakorlatilag az, hogy színész lettem, az annyira meghatározta a létemet, az életemet, hogy bár én sokszor lázadtam magammal, és azt mondtam, hogy hát csináljuk inkább úgy, hogy teljesen mindegy, hogy én mi leszek, és majd nagyon jó főzök, és akkor nyitok egy magyar vendéglőt, az mindenütt úgyis hiányzik, de ez nem így van. Az úgy van, hogy az ember megszeret valamit, amiről már nagyon gyorsan a kezdetektől kiderült, hogy ez nem egy foglalkozás, hanem ez egy hivatás, a színészet hivatás. És az, hogy elkezdtem gondolkodni azon, hogy hogy lehetne ezt máshol is kamatoztatni, és ha már az ember 9 évig a Vígszínház tagja, akkor ott a tehetség igazából nem kérdőjeleződik meg, mert a 9 év alatt kiderül rólad, ha nem vagy elég jó. És a kinti lét pedig azért vonzott nagyon, mert édesanyám már akkor is Bécsben élt, húgommal együtt, és éreztem azt, hogy ebben a közegben is tudnék, jártam a színházban, láttam azt, hogy ők sem ördögök, tehát, és nem ördögtől való az, hogy valaki külföldi, tehát láttam azt, hogy musical színészként például egy csomó külföldi ember dolgozik, amerikaiak, és ausztrálok, és angolok, és franciák, és meg kell találni a valódi szerepet, és abban a pillanatban, hogy ha a szerep is megtalál téged, akkor nincs lehetetlen. És ezt ott megtanultam, hogy mennyire nemzetközi tud lenni egy színház. Az előbb beszélgetünk arról, hogy nagyon sok irigyed is volt, vagy kritizálód, és ez a mai világban ugye még nyilvánvalóbb, amikor már mindenki közösségi oldalakon van és kapja a kommenteket, ugye régen ezt a szót nem is ismertük. Kaptál-e mondjuk támadó hangú levelet? Nézd, támadó hangú levelet, vagy támadó hangú megjegyzést folyamatosan kap az ember a sikeres. Ezt meg kell szokni. Az elején valahogy úgy volt, hogy azt mondtam, hogy én egy annyira normális, annyira nem alűrökkel élő, teljesen hétköznapi pasi vagyok, aki engem nem fogad el, az bolond, és különben is mindenkinek kéne felelni, amit feltesz egy kérdést, és megfelelni, hogyha valamit szeretne tőlem, és ez kopik. Egy bizonyos koron túl eljutsz már oda, hogy azt mondod, hogy bocsika, én már nem azért vagyok, hogy ti leszívjátok az energiáimat, hanem azért vagyok, hogy teljesítsek, hogy éljek, és hogyha az én életem értéket termel, vagy a példaszerű a jelenlétem, akár a színpadon, akár a magánéletben, akkor győztem, és akkor az történt, amit én szerettem volna, és nem azt, amit ti. Mert ti azt akartátok volna, és még mai napig is így van, hogy ne sikerüljön. Valahogy ez benne van a magyarban, hogy tudod, van ez a dögöljön meg a másik teherne is. De nem, ezért már ott tartok, hogy azt veszem észre a mai társadalomban, hogy ne a másik teherne dögöljön meg, hanem azt mondják, hogy dögöljön meg a másik tehernem is. Már ilyen, tudod, ez a teljes őrület, amikor már tök mindegy, hogy mi van, csak valami történjen, ami negatív. A könyvek mindig nagyon fontosak voltak az életedben, írtál is egy életrajzot, ez valamikor a 80-as évek tájékán, azt tudom, hogy több százezer példányban elkelt. Az írás olyannyira foglalkoztat, hogy 9 könyvet írtam. Az utolsó, ebből 3 legény, az utolsó most jelent meg karácsonyra, és hátszerűen elég jó siker. Nekem az írás az valamilyen módon annak a kiegészítése, hogy miután soha nem akartam igazán színész lenni, a színészetet én mindig kívülről figyeltem, valahogy azt mondtam, hogy ez ilyen meleg levegő kiadása, semmi más, érted? Tehát, hogy egyszerűen elhagyja a szervezetedet néhány, nem tudom, 1000 meleg szó, és utána kimegy, föláll a közönség, hazamegy, és azt mondja, hogy hát igen, itt is voltam, és jó volt, vagy tetszett, vagy nem tetszett. És nekem ez kevés volt. Ezért lettem később már a kamera mögött is valakit, már úgy értem, hogy próbáltam mindenféleképpen olyan dolgokat is csinálni, ahol nem csak szerepelek, hanem producer is vagyok a műsornak. Aztán az írásban találtam meg azt is, ami a kifejezési
könnyű kifejezési módon. Tehát soha nem kezdtem volna írni, ha nem jelenik meg akkor, amikor volt a változás, a rákövetkező néhány évben egy csomó olyan negatív kritika, negatív interjú, amit nem is úgy adtam, de hát is megled a sajtót, pontosan arról szól, hogy valaki valami mást akar volna írni, mint amit te szeretnél hallani, és amit te adtál, mint interjút. Hát ezt ismerjük valamennyien, és elhatároztam, hogy ha ők, akik a kezükben tartják ezt az egészet, ennyire ismernek engem, akkor én is ismerem magam ennyire, mint ők, és miért ne csináljuk azt, hogy én fogom magam is leírom az életemet? Hiszen akkor már borzasztóan, tehát 87-ben jelent meg a könyv, 73-ban mentem el, az 14 év, annak már volt tapasztalata. És a 14 év tapasztalatát és a kezdeteket leírtam ebben a bizonyos általad is említett életrajzban, és az annyira sikeres volt, hogy a németek is felfigyeltek rá, és azt mondták, hogy bizonyos dolgokat ugye 87-ben még nem nagyon lehetett megírni, de ők azt szeretnék, hogyha az egész politikai hátteret, mindent, és a kinti karrieremet, amit Magyarországon senki nem ismer, mert hát iszonyatosan vigyáztak arra, hogy semmilyen fajta információ ne jöjjön be. Tehát ez mai napig is így van, de ez teljesen mindegy. Hogy az is legyen benne olyan fotókkal, amit itt nem ismernek, olyan színészekkel, akiről nem is hallottak, és. És akkor megjelent ez németül is, és akkor, amikor a két könyvet megírtam, akkor éreztem, hogy valami olyasmi van a birtokomban, amire igazán ideig nem volt szükség, de amit tudok, aha, az írás. Mindig is egy viszonylag filozófikus alkat voltál, ugye ez a dal, ami a Végszínházban is elhangzott. Volt az a nagy kérdés, valaki mondja meg, akkor nyilván az ember fiatalon vágyik kérdésekre, vagy pontosabban vágyik válaszokra. Jöttek-e ezek a válaszok? Ezért a kérdésért különös elhálás vagyok neked, mert meg kell mondjam, a kutyát nem érdekelte az soha, hogy mennyire introvertált, egy extrovertáltan élő ember, mennyire más a privát ernyőjéből, mint az, akit ismernek, vagy ismerni vélnek. És ez volt talán a legeslegnagyobb ellentmondás az életemben, hogy az, amit én éreztem, mint magánember, az teljesen más volt, és totálisan idegen attól a világtól, amiben én, mint színész éltem. Van egy belső kényszered úgy élni, úriemberként, odaadó férfi, férjként, jó színészként. A másik oldalon pedig van egy mocskos elvárás, és annak a mocskos elvárásnak egyre kevésbé akarsz eleget tenni. Tehát ha jól értem, akkor nem voltak olyan szerepek, amelyben te a valódi Ernyei Bélát megmutattad volna? Hát mert nagyon te, az a, igen, nagyon ez meglepő. Én azt hittem, hogy te abban, ami... Jó, akkor máshogy teszem fel a kérdést. Te most az Ernyei Béla testében és lelkében otthon vagy? Hazaérkeztél? Én már nagyon régen hazaérkeztem a saját testemben és a lelkemben. Csak az a baj, hogy ezt a fajta megérkezést semmilyen módon, és ezt állítom neked, hogy az utolsó 10 évnek ez volt a legnagyobb harca, soha semmilyen módon nem tudtam itthon elfogadtatni. És azért az nem véletlen, hogy ennyire keveset dolgozom, mert azt mondom, hogy például egy nagyon-nagyon az egyik leghíresebb mostani és legsikeresebb mostani sorozatban felajánlottak egy szerepet, amire azt mondtam, hogy bocsánat, én ezt nem fogom eljátszani, de 2 mondatot beszéljünk erről. Ti így láttok, ilyennek láttok engem? Aha. És erre azt mondták, hogy igen, hát te ilyen pasi vagy. Mondom, na most akkor álljunk meg. Vagy arról beszélünk, hogy én milyen pasi vagyok, vagy arról, hogy milyen színész vagyok. Aha. A színészként játszottam már a Tetthelytől kezdve mindenütt, gyilkost is. De nem ezzel van a problémám. A problémám azzal van, hogyha ti engem olyannak akartok láttatni, amilyen én soha nem voltam, tehát amilyen karakterileg, az egy másik dolog, egy színész. De azt mondták, hogy hát csak gyere be és húzogasd a manzsettádat, és akkor az olyan jól nézel ki, még mindig olyan jól nézel ki. Hát ez a legnagyobb sértés, ami létezik, mert vagy az van, hogy valaki jól néz ki, vagy már nem létezik. Vagy nem létezik, mondják hozzá, hát így van, igen, tehát nem kell hozzátenni, hogy még mindig, igen. Mert hát az egész, ez nem is inkább hiúsági kérdés az egész, hanem inkább az, hogy olyan fajta értetlenségbe ütközöm annyi sokszor, hogy azt mondtam, hogy akkor inkább privát ember vagyok, inkább írom a könyveimet, utazom a világban ezerrel, és itthon vagyok Magyarországon, mint egy objektív megfigyelő. Klasszikus kérdés, van-e olyan szerep, amit viszont nagyon szerettél volna, és soha nem kerestek meg vele?
Igen, két ilyen szerep van. Az egyik a Jézus Krisztus szupersztár, amire előénekeltem egy amerikai produkcióba, de nem kaptam meg, mert annyival jobb hangú. Tehát ezek a mai amerikai musicalek már nagyrészt operák. Uh-huh. És egy opera énekes fiú kapta meg, ezt nagyon sajnáltam. És a másik pedig a Hauptmann naplemente előtt, ebben egy idősebb férfi, most is megy majd valahol, éppen olvastam valahol a Balmeg színházban, és egy idősebb férfi szerelme egy fiatal nő iránt. És ezt érdekes módon mindig szerettem volna eljátszani, és soha nem kaptam meg. Na, de ezek után... Még idős koromban sem. De várj, ezek után teljesen kézenfekvő, hogy de a privát életben viszont megkaptad azért. Hát talán ezért. Lehet, hogy látod, az élet ilyen kegyes volt veled, és nagyon sok akár színész kollégád, vagy a való életben, igen, nem csak színész kollégád, azért nagyon irigyel, hogy te megkaptad ezt az élettől, ezt az ajándékot, hogy gyönyörű, fiatalabb barátnők és élettársak és feleségek is voltak az életedben. Te azt kell mondjam, hogy ez az alfája és az omegája a mostani létemnek, az a fajta boldogság, ami most már 10,5 éve tart, és hogyha ez nem lenne, akkor biztos én is azt az ide-oda rángatott életet élném, mint annyi ismerős, aki körülöttem boldogtalan. Melyik számodra az a kor, amire úgy nézel vissza, vagy amit úgy hívsz, hogy az aranykor? Hát a barokkor. Számomra az mindig is az volt a legfontosabb, a barokkor. Visszamennél-e oda alkotónak, színésznek, írónak? Hát nézd, tudva azt, hogy ma már csak egy tablettát kell bevenni és meggyógyulsz, biztos, hogy nem. Vagy hogy felülsz egy repülőgépre és 4 óra alatt vagy ott, ahová, nem tudom, ökrös kocsival 4 hétig kellett menni, biztos, hogy nem. De vágyni vágyom rá, tehát az a fajta, az a cirádás élet, tudod, az a minden olyan bíbor, bársony, csipkék, az egész, úgy képzelem ezt az egész világot, amiben én például borzasztó jól belepasszolnék. Én úgy érzem, hogy egy kicsit elkésve születtem meg, nekem körülbelül 200 évvel korábban kellett volna megszületni. Ha nem lehetne könyveket írni, több száz oldalakat, hanem csak egy gyufa címkére lehetne valamit írni, lenne valamilyen üzenet vagy motto, amit azt gondolod, hogy azt az összes könyved eszenciájaként leírnád? Hát én továbbra is az eszenciaként azt az első könyvemhez írt mottót írnám le, amiből a címe is született. Ez egy német közmondás, és úgy szól, hogy az álmok veszélyes dolgok, ha nem vigyázunk, még megvalósulnak. És az én üzenetem és mindaz, amiben hiszek, az, hogy az emberek nagy része vagy nem álmodik, vagy ha álmodik, akkor amit éjjel álmodott, az napközben elhesegeti magától, és azt mondja, nem, hát ez túl messze van, ez túl lehetetlen, ez irracionális, és erről nem szabad álmodozni. És az én üzenetem pedig az, hogy igenis az álmok azért vannak, hogy megvalósítsuk őket, és a sorsom az pontosan erről szól. Olyan álmokat éltem a legsötétebb kommunizmusban, amiről tényleg nem szabadott volna álmodni, és most itt ülök melletted, és arról beszélünk, hogy milyen külföldi karriert csinálni egy magyar színész. Nekem semmilyen hiányérzetem nincs, hihetetlenül boldog vagyok, teljesen teljes és kitöltött az életem. Az egyetlen problémám az, hogy mindaz, amit nagyon-nagyon szeretnék megmutatni és közölni Magyarországon, az ebbe a bizonyos érdektelenségbe, amiről már beszéltünk, ebbe botlik, és akkor eljön egy bizonyos pillanat, amikor azt mondom, hogy jó, hát hogyha ennyire nem kell, azonnal, amit én szeretnék hozni, akkor itt vannak az utazások, ott van a külföld, ott van Ausztria, ott van Németország, és akkor úton vagyok. És nincs vele semmilyen problémám, csak érdekes az, és kívülről figyelve önmagamat, kifejezetten érdekel az, hogy miért van ez a fajta, nem is érdektelenség, ez inkább olyan, mint hogyha olyan idegen bolygón élnék, uh-huh, és ők úgy nem mernének se megszólítani, se megbízni valamivel, és ez valahogy olyan furcsa. Tudod, van az a nem is tudom melyik tájegységről származó gondolat vagy mondás, hogy tedd meg te az első lépést. Tehát te már megtetted, mert hogyha megszólítottad őket, és könyvet írsz, és kommunikálsz, és... Az az érdekes, hogy azt veszem észre, és elkapom magam abban, hogy
más nagyságrendekben dolgozom, és ez nem pénz, és egyáltalán nem az, hogy egy más szerep. Hát főszerepnél nincs főbb szerep, mert ha valamit el akarsz játszani, és főszerepet osztasz magadra, például, mint producer, vagy kikeresel magadnak darabokat, mint ahogy én. Bécsben egy nagyon kedves barátom, az egyik legnagyobb kiadó, színházi kiadónak a vezetője, és azt mondta, azt keresel ki magadnak, amit akarsz. Vidd le Pestre ezt a három darabot, mondd meg, hogy szeretnéd eljátszani, és én végigjártam néhány színházat, ahol olyan furcsán rám néztek, mert azt mondták, hogy jó, hát úgy érdekelne, de nem az érdekelne, amit te hozol, hanem esetleg az, amit mi szeretnénk, akkor megkérdeztem, hogy ők mit szeretnének, akkor kiderült, hogy ezt a manzsettozogatós dolgot, amire... Tehát én olyan szerepet szeretnék játszani, és ezt tényleg vágyom arra, hogy van két szereplője, az egyik már bent ül, mikor felmegy a függöny, a másik bejön, aki én vagyok, és egy bizonyos idő után összesugnak, hogy ha ez két szereplős, akkor mikor jön be az Ernyei. Érted? Tehát, hogy ne tudják azt rögtön rám sütni, hogy hát vékony, magas, még elegáns. Van haja, meg foga, meg elegánsan van felöltözve. Nem, én karakterszínész voltam az egész életemben, és ezt a fajta karakterszínészetet ma nem találom Magyarországon. Se a szerepeket, se pedig azokat, akikkel erről tárgyalni lehetne. Hát kívánom, hogy találjon meg ez a szerep, vagy találjanak meg ezek az emberek. Hát ezt én is kívánom magamnak. Köszönöm az interjút. Köszönöm szépen. Csukkolom. Úgy megfordult itt neked, hogy meg se tudtam nyomni a dudálat. Te dudálós fajta vagy egyébként, ha vezetsz? Én dudálós vagyok, aha. Igen. De külföldön is mindenhol? Mert ugye ez valami azt mondják, hogy ez egy ilyen közép-európai szokás, vagy bennünk lévő frusztráció miatt. Nem, én élvezetből dudálok, mert egyszerűen imádom azt az ilyettséget az arcokon, amit okozom.